És a kis Gerben is felfutott a színpadra. Igen, igen. Illetve hát eljött Marty Lupman felesége, ha jól láttam. Igen. Tehát itt ilyen nagy pocak villantások nem lesznek szerintem a színpadon. Sose lehet tudni. Nem lehet tudni. Nem. Ugye a müncheni versenyen szerepelt egészen káprázatosan Lukman, ott 5 meccset is nyert. Megverte Gavlast, megverte Clemenst, Berrit, Schindlert, Hetát, és a végén a döntőben Humphreys-től kapott ki 8-2-re. Viszont a legutóbbi versenye annyira nem sikerült, ugye ott egy kört ment, és aztán ugyancsak Humphreys volt a végállomás, egy 6-1-es vereség. Igen. Martin Lukman még nem járt European Darts Grand Prix-n, ellenben ellenfele már kétszer is itt volt, 19-ben és 20-ban, mind a kétszer az első körös búcsúzó volt. Ha nyer, akkor mindenképpen mind a ketten a legjobb teljesítményeket mutatják. Így van, ugye Belmontot láthattuk a közelmúltban, márciusban, egy European Tour versenyen, akkor Csisznál elég rendesen elpáholt, a 6-1 lett a végeredmény. Úgy egyébként meg úgy nem ritkán hallunk róla. Hát ilyen Players Championship versenyeken sem nagyon indul. Nem, nincsen túrkártya, ő csak ilyen assistant ember. De ez most egy elég komoly lehetőség számára, hogy nevet szerezzen magának. Svájci zászlókat is láttunk ott a nézőtéren. Persze, hát könnyű eljutni Stuttgartba, csak le kell futni az A3-ason is. Na, ott is van. Igen, igen. Elég szolid a kezdés, 60, Belmont. Ez viszont 180! 3x60. Az igen. Három itt van Lukman neje. Belmonthoz képest 3 kört futott gyorsan Lukman. Alul azért jön a tripla. Az ötödik, az már nem. Ettől függetlenül Lukman nagyon jó kezd. Idegesítette is ez a tévesztés. Nagyon le akarja tudni ezt a mérkőzést Lukman. Oh, 59 a svájcinak. Tel Vilomos volt, ugye ez a híres? Igen. A svájci szabadsághőz, az, jól tudom, akkor ilyen nyílpuskával lövöldözött. Igen. Nem ugyanaz. Nem teljesen. A nyíl az itt is megvan. 100. Na de 130-ra jöhet Lukman. Nem muszáj megdobni, nem, ugye? Nem kellett. 58 a dobás ideig, 72-nél vissza tripla 20-ra. Az neki tökéletes. Most jön a tripla 20 a svájcinál. 123. Ez jó. Csak hát Lukman ugye 3 nyillal dupla 16-ra. Ott van. 1-0-ra vezet az angol. És ennyit számít ugye kezdés. Tessék, ez már elpárolgott. Nem lennék különben meglepődve egy ilyen nagy különbségű Lukman győzelmen. Hát persze. Eddig nagyon úgy néz ki, hogy az lesz belőle. Egy tripla jön. Erélyesen határozottan dob Lukman. Hát úgy mutatták be, hogy élete legjobb évét futja jelenleg ezzel a European Tour döntővel. Nem könnyű azért még Angliából is kiemelkedni, ugye? Tehát persze. Itt rendszeresen van egy ilyen versenyen minimum 15-16 angol, úgyhogy kemény. 96. Úgy is mondhatjuk, hogy a European Tour a Players Championship-nek a kiterjesztett változata színpadra. Ugyanaz a játékforma végig. 180! Gyönyörű! Maximum! Na.
Itt is jön a 140, úgyhogy annyira nincsen nyugodt a 164. Ez gondoskodik arra, hogy ne legyen 180 fokos fordulat. Nagyon jó, tripla 18, az nincsen. Mekkora lett volna egy 164-es kiszálló? 79. Lukman tehát 111-ről. A tripla 20 megvan, 11-es, úgy van, és a dupla 20 a végére. Ó, de szép! Tökéletes! Ezt Michael van Gerwen sem csinálhatta volna jobban, apropó a holland. Ugye ő lesz az itteni párosítás győztesének ellenfele szombaton. Az első kiemelt Michael van Gerwen. 60-as kezdés. Lukman hasonlít egy kicsit van Gerwenre. Nem az, hogy kiköpött van Gerwen, de hasonlít. 100. Csak jött egy tripla a svájcinak is. Egyébként elég jó van Gerwen sorsolása itt a felső ágon. Mondjuk van egy Kalén. 100. Egy cross, egy szörl, vagy egy heta, de én azt gondolom, hogy ha van Gerwen úgy játszik, ahogy az elmúlt hetekben, akkor én nagyon könnyen ott lehet megint a döntőben. Sima útja lehet, igen. Igen. Alsó ág nekem most erősebbnek tűnik. Claytonnal, Peter Wright-tal, Michael Smith-szel. 43. Valahogy egyébként mindig erősebb az alsó ág, úgy veszem észre, hogyha visszanézed az ágrajzokat. Van benne valami. 60. Ugye itt nem a világranglista rangsorol, hanem ez a bizonyos European Tour of the Merit. Nem, a Pro Tour való szereplések. Igen. Tehát ahogy szerepelsz a Players Championship fordulókon, az alapján lehetsz itt kiemelt. A Tour, European Tour versenyeken szerzett pontok idézőjelben, tehát megszerzett pénz is számít ilyenkor a ranglistája készítésénél? Ebben a szezonban elért eredmények. Igen, értem. A nagy ranglistában számít természetesen. A Pro Tour ranglistában nem. Tehát ez az külön specifikus ranglista, mint hogy van egy külön ranglistája magának a European Tournak is. 32. Belmond például a 119. ezen. Csak összehozza! Megvan az első legjobb svájcinak. Ugye ez a bizonyos Associate Member Qualifierről érkezett, ő jelleg Lassendel együtt. Igen. 60. Na ott például kik indulnak egy ilyen versenyen, tehát milyen nemzetbeliek, hogy néz ki? Mindjárt megmondom neked, hogy... Tudom, hogy vannak mindig ilyen ravasz, ott. Sunyi keresztkérdései. Igen, és akkor eltörök egy fél órára a számítógépemben. De azonnal mondom neked, azt mondja, hogy megkeresem erre a versenyre az Associate Member kvalifikációt. Ezt megnézem azért, hogy hogyan állnak nagyjából itt a tömegelést tekintve. Hát azért Lukman a jobb, 94, sőt most már 95,1-el. Belmond pedig ezzel a 140-nel, most már 90 fölött van szintén. Remekül kiszállóznak eddig mind a ketten. És kérlek szépen, itt hollandok, svájciak, belgák, angolok indultak. Például itt indult ezen a kvalifikációs tornán indult Wesley Plaisier is. Plaisier az új kedvencem. Igen. Az is mondtam. Christian Christ, a ponty. 125. Ronnie Heibrecht is itt indult, itt próbált szerencsét. Még játszik Ronnie Heibrecht? Igen. Ugye a testvére Kimnek, de jóval idősebb nála. Igen. Együtt is indultak annak idején a World Cup of Darts-on. Úgy voltak ők a belga csapat, csak aztán utána jött Dimitri Vandenberg, aki megelőzte a rangsorban Ronnie Heibrechtet. Na, Belmond 141-ről. Tripla 20 jó. Tripla 19 viszont nem jön. Nem bizony. Tripla 10 kellett volna, 56 maradt. Na, itt van például két
svájci lobogó. Igen. Ők tartották a bevonulónál is a két svájci lobogót. Nem tudom képzelni, hogy Belmond családja. Igen. Lehet, hogy a mama. Egy érdekesség, hogy volt egy török indulója például, Baran Özdemir. Ha szép. Hogy szerepelt? Hát ő a 32 között bukott el Ryan O'Connor ellen. Na, lehet döntetlen. Na nézzük. Dupla 20. Dupla 10. Szép. Ott van, 2-2. Na, megemberelte magát Belmond. Valami Diogo Portela is indult ezen a versenyen. Ez is jó név, hát a VB-n is indult. Igen, igen, igen. Portela. És Belmond kezd. Tehát visszaállt a világrendje. Gyengébb kezdés után. Most jól játszik. Kiszállózása 4-2, az angolnak 5-2. Egy picit jobb, mint az ellenfél kezdése. Csak 60. Igen. Azt nézte, 83-as átlaggal győzte le Christian Kistet, Stefan Belmont, ahhoz, hogy bejusson ide erre a versenyre. Uh-huh. És nagyjából azt az átlagot hozza itt is, 88-as átlagon igen, játszik most. Igen. Ez még lehet, hogy elég is lesz a továbbjutáshoz. Igen. 125. 125. Teljesítményeket tekintve az mindenképpen meglepetés lenne, hogyha Martin Lukman nem tudna tovább jutni az első körből. 60. Érdekes, hogy a pénzdíjak nem nagyon változnak fölfelé. Ugye itt is 140 ezer angol fontot osztanak szét, és az első kör vesztese 1000 fontot kap, a második köré pedig 2000-et. Aztán 3000, 5000, az elődöntősök 6500, második helyzet 10000, a győztes 25000. 100. Így Lukman megkerülhatja Belmontot. Nagyon jó. Dupla 18-ra 2, nyíl a 3-2-ért. Elsőre elég, elég egy is neki bőven. 3-2, tehát egy újabb break. Ahogy de szeretném közelről nézni azt a cilindert. Igen, igen, a csábító darab. De csak 59 ponttal kezd első pályáról. Na de várja, mennyivel kezd a svájci? 60-nal mondjuk. Nem, 100-zal. Megvan a 100. Jaj, ez csak 60. Csak 60. Megfordultak a sorrend viszonyok. Két darab egyes. Ez most nagyon nem hiányzott Svájcba. Na. Javít a bizonyítványon Belmond. De még mindig jobban áll egy picivel, mint az angol, úgyhogy... kell bizony az a tripla 20. A de második is jobban. Benne van. 140? Igen, ez most nagyon kellett Lukmannek. Visszaállítsa a sorrendet, úgymond. 45. Két jó legután most megint visszaesik Belmond. Fölé alá. És még egy alá. Elvét a helvét. Ez jó! Ez jó volt, jó, nagyon. Köszönöm. 58.
Kell, nagyon kellene a tripla, de elmondnak. De nem jön. Csak 59. Ő lehet a barátnő. Gondolom én. Nem Lukmené? Nem. Lukmének a feleségét mutatták a meccs elején. Belmond párja lesz. És a dupla ét. Egy érdekes dupla 7-es kiszálló. Hát jött a dupla 20, de a dupla 14, az sajna nem. Izadám rendesen Lukmené, és nem tudom, hogy hány fok lehet benne a csarnokban. Ez hát, gondolom nem LED lámpával van megvilágítva, hanem normál fényszóróval. Igen, is. Egyébként ez egy nagy csarnokám, ez egy 15 000-es aréna. Koncerteket rendeznek itt például, volt itt Torna VB, meg Tennis Davis Kupa. Tehát ez egy régi nagy csarnok. Martin Schleyer aréna. 180! Ez nagyon kell most a svájcinak. Szurkolói helyében azért használ volna egy-két kolompot, egy ilyen 180 után nem megkondítani. Igen. Vagy legalább egy lila tehenet oda hátra. Ide betolni egy lila tehenet. 58. Száz pont. Nagyon összeszedetten játszik Belmont. Bőven 6 nyila lesz arra a 161-re. Igen, semmi tripla nem jött Lukmannek. Hát így még izgalmasabb lehet majd a hajrá. Kiszálló nem lesz. 81-nél. Nagyon szép! 24 pont marad. Na, igazi tűzi játék Belmonttól. És hát ezt azért behúnyt szemmel is meg kell csinálni, ugye van 6 nyira legalább. Na nézzük a dupla 12-t. Dupla 6. Dupla 6. De az ott jó helyen van. Bizony. Oda lehet csak rá tűzni. Kell helyezni. Igen. Megvan. Benne is van, mi van. A harmadikkal. 4-3. Hát sokkal jobban játszik Belmont, mint legutóbb Csisznál ellen. Ott ennyi is volt, 80-as átlaga volt mindössze. Hát annál mindenképpen jobb most. Viszont itt 180! Hát ilyen kezdésről álmodozik minden Lukmann rajongó. Meg maga Lukmann is. Easy one. 81 a válasz. Lukmann érzéken, ez egy nagyon fontos leg. 99. A következő körrel már el lesz kiszállón. Belmond pedig még ott toporog. Most ő neki nem jön. Igen, hát a szurkolója arcára van írva minden. Nagyon jó az. 92, 130 marad. Jöhet akár a 180 is, akkor sem lesz kiszálló. Igen, igen. 140. Lukmann 130-ról. Nem jön a tripla. 94, 36 marad. Belmont. Alatta. Itt most tulajdonképpen indiferens, hogy ő mit dob. Teljesen. 100 ponttal kiszállón van ugyan, de az a dupla 18-at nagyon nem zavarja, az a 121. Elsőre van. Benne is van. Úgy de maga biztos. 5-3. Ő az asszony. Igen, ő. A nagyság. Madame Lukmann. Hát igen, Mrs. Mrs. Yeah. Legyen ő. 100. Ó, le kell váltani, nagyon, igen, 177, nagyon szép. Képzeled, hogy egy kis 9-es, ismét kint van Lukmann neve mellett.
olvastam, hogy majd 4000 féle módon meg lehet oldani a 9 nyilast. Igen. Nem gondoltam volna. És akkor a 9 nyilas abból már nem lesz. De egy 134-jel folytatja. Kifogástalan. 190 pont marad. Nagyon közel van a győzelemhez Lukman. Megint beragadt Belmond, ez egy 100-as, nem lesz elég. Tripla 20, még egy. Oh! 174. És így ott van a célban. Három meccsnyila, sőt, lehet, hogy még több is lesz. Mit dob a svájci? Csak egy 60-ast. Az első meccs nyíl ott van. Elsőre benne, 6-3. Jól játszott Martin Lukman, 97,2-es átlaggal, és 60%-os kiszállózással volt, egy 111-es check-outja is remekül játszott, úgyhogy a következő fordulóban bizonyíthat Michael van Gerwen ellen. Az egyetlen svájci a mezőnyben búcsúzik ezzel. Szünet!